Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ma folytatjuk sportlegendák sorozatunkat. Vendégem Balsai Miklós, tisztelettel köszöntelek. Fehér megye díszpolgára, a Magyar Köztársaság Érdemen lovak keresztjének birtokosa, erdőmérnök, Vadex vezérigazgatójaként mentél nyugdíjba, de ma leginkább a kosárlabdáról beszélünk. Igen. Ahhoz viszont, hogy eljussunk Sopronba, a soproni MAFC-hoz, eljussunk az építőkhöz, ahhoz az kell, hogy megismerjük azt a családot, amelynek számtalan tagja került Sopronba, hiszen a tradíciók vittek oda, annál is inkább, hát már az édesapád is erdőmérnök volt, de a nagyapádnál kell, hogy kezdjük, hiszen a selmezbányai örökség az azt hiszem, hogy elkísér egész életedben. Igen, két nagyapám is onnan indult a hivatásba, a szakmába. A Balsai nagyapa, aki még akkor Blasek Aladár nevet viselte, Selmezbányán bányamérnöki szakaron végzett. A anyai nagyapám, Szabó István, ő pedig erdőmérnök, mindketten Selmezen. Ennek a folytatásaként különféle helyeken szolgáltak, és az erdész nagyapám, ő például a gemenci erdőgazdaságnak, kalocsai érsek uradom, későbbi gemenci erdőgazdaság egy részeként ott volt főerdész. A Balsai vagy Blasek nagyapám pedig legmagasabb beosztását úgy ismertem a történelemben, már személyesen őt nem. Nem emlékszem rá, mert a háborúban halt meg. Ő a pécsi szénbányák vezérigazgatója volt. Hát nagy beosztás volt mind a kettő részéről. Erre vitték, biztos akarat, tehetség, hozzáállás, szorgalom, stb. Az én édesapám már Sopronba végzett, hiszen akkor az egyetem átkerült, és hát tulajdonképpen ő is erdőmérnök, egy nagyszerű sportoló, atléta, teniszezett, focizott minden. És hát részben a családi örökségként, részben az ő által történt beavatásra, az erdőbe, a vadba, a természet szeretetébe hatott én rám is, és így kerültem a Soproni Egyetemre. Csak egy érdekesség kosárlabdával összefüggésben. Előbb kaptam az edzésre szóló meghívót a soproni kosárlabda, a SMAFC vezetőjétől, mint a érvényes felvételi igazolást. Tudták már a jó. Hogy azonnal jelenjek meg az edzésen, mert azt egy későbbi dátumban kaptam meg. Mielőtt úgy, így kerültem. Sopronba mennénk, azért tudni kell, hogy a család Szekszárdon élt, Szekszárdon születtél te magad is. Igen. És a hat gyermekes család pedig Székesfehérvárra költözött. Ugye ez egy fontos pillanat volt, hiszen Székesfehérváron kezdtél középiskolát, és nyilván a sportpályafutásod is Fehérváron kezdődött. Így van. Szekszárdon születtem, bár édesapám több helyen is szolgált Budapesten, majd később, ami egyik legszebb 10 évemet jelenti az életemben, Devecserben volt főmérnök, és ott a háború után Sárcentágatáról oda menekült a család. A legszebb gyerekkori éveimet ott töltöttem. És akkor eljött a idő, amikor úgy ítéltek meg a szüleim, hogy mivel én gimnáziumban vagy tovább is akarok tanulni, jobb, hogyha beköltözünk egy városba. Már nagyapám még akkor itt voltak Kalocsáron, Fehérváron, az erdőgazdaságnál dolgoztak, és engem is beküdtek az egyik nyaron, jöjjek be, 7. koromban is szokjam egy kicsit a fehérvári levegőt. Mondanom se kell, egy héten belül én megszöktem vissza Somlóvásárhelyre, ahol ott laktunk. Nekem meleg volt az aszfalt, és mezitláb jártunk mi ott a faluban már május óta. Zaj volt, nem kaptam levegőt, tehát visszamentem a Somlóvásárhelyre, hogy én ugyan nem jövök ide soha. Azért egy év múlva mégiscsak az a döntés született, hogy ide kerülök, és így a Petőfi iskolába kezdtem, majd pedig hát a József Attila gimnázium, majd az egész család beköltözött. Ugye a József Attila gimnázium híres volt arról, valamennyi gimnázium egyébként, hogy
kvalitásos, nagyszerű testnevelő tanárok dolgoztak. Ez azt hiszem, hogy furcsa volt az első időszakban egy ízig-vérig falun felnőtt, vagy kis helyen felnőtt gyermek számára, de ők tettek azért, és tettek hozzá, hogy azok a tehetségek kibontakozhassanak, lám, mint Balsai Miklósé. Kinek köszönheted azt, hogy megismerkedtél a kosárlabdával? Hiszen ez nem természetes az. Nagyon érdekes. Én is forciztam először, amikor ide bekerültem, hiszen a faluban nem volt még kosár, nem is ismerték talán szerintem akkor. És az én nagyapám a Szabó István, és a Bogár Pálnak az édesapja, Bogár Pali bácsi, aki szintén erdőmérnök volt, a Bogár Pali is erdőmérnök igen. volt, ők jó barátok voltak, és a Pali megkérték a Bogár Pált, aki az akkori válogatott csapat kapitánya volt, amelyik 55-ben nyertek EB-t, Európa-bajnokságot is. Amikor egy párizsi magyar válogatott túrán volt kint, hogy írjon már gyereknek egy levelezőlapot, ez én voltam. És az összes aranycsapat kosárlabdában a Bogára, Simon, Cinkán, Greminger és így tovább, az mind aláírtam, ma is megvan természetesen nekem. Akkor én a Palit nem is ismertem, csak a két édesapa, illetve az én nagyapám és a Bogár Pali édesapja kapcsolatában született az. Hát így kerültem én a kosárlabdát, elég későn, mert én másodikos gimnazista koromban kezdtem el kosarazni, és arra emlékszem, hogy már a Csepel ellen a negyedikes gimnazista koromban én már az NB1-es csapat tagjaként utaztam Budapestre, és ott de már mikor, hát azért mikor derült ki, hogy tehetséges vagy? Ez gyorsan ki kellett derülnie, hiszen meredeken ívelt felfelé a pályafutásod. Én nem tudom, a játék, a labda szeretete. Tudnilik, ugye a csapatsportok nem megsértve az egyéni sportokat, én nagyon nagyra értékelem őket, feleségem is többször is válogatott 20-nőként volt, de egymás között mindig az a viccelődés jelleggel, a cukkolás, hogy így mondjam, hogy én egy csapatsportot, egy kosárlabdát akkor is élvezek, amikor keményen alapozunk, vagy játszunk egymás között, nem beszélve a izgalmat a meccseken, a közönséget és így tovább. Tehát az egész csapatsport az ebben a szempontból külön, elkülönül, megkülönböztethető az egyéni sportoktól, akik naponta 20 kilométert úsznak, stb. Atléták is egyéb. Tehát engem ez vonzott, biztos, hogy ez vonzott, hogy játékosan még az edzéseket is úgy fegyelem mellett végigcsinálva lekötött, és ebben az irányba terelt, és amit szeret az ember, azt igyekszik, hát úgy csinálni. És nem véletlen egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy nem tudok felelős beosztásban dolgozó embert elképzelni, aki a csapatsportokban nem vett részt. Ez egy nagyon igaz mondat ennek tükrében. Én ezt most is vallom és hirdetem is, így a családom belül is. Nagyon ügyesek a lányok, akik Budapesten a TFN meg egyéb egyetemeken járnak, és ma is kosaroznak, de különösen az Ádám unokám, akiknek ezt mondom, és minden olyan munkatársamnak, akikkel vagy társ erdőgazdaságnál, akár milyen mostani erdőgazdaságnál, és ahol én is szolgáltam kb. 50 évet, hogy aki csapatba játszott, és az ottani csapatsportra vonatkozó, nem csak az előbb említett élményeket és szórakoztató dolgot sajátított el, hanem a felelősséget is. Például. Zicserbe le kell adni a jobb helyzetben lévőnek a labdát. Miért nem teszik ezt ma? Mindenki saját maga akar szerepelni. Igen. Ahelyett, hogy amikor van egy tehetséges olyan ember, aki arról a témáról, amit megkérdeznek, jobban tud, akkor azt kellene segíteni. Még 15-öt el tudnék sorolni, benn van abban is, igen. amit leírtunk. No, szóval a lényeg az, hogy negyedikes lettél. Egy pillanatig nem volt más út előtted, mint az erdőmérnöki pálya? Építészmérnöki volt az egyik
lehetséges dolog. A végén apám példájából indulva emellett döntöttünk, meg hát volt egy kosárlabda csapat, és azok hívtak. Igen, tehát az érdekes, amit mondtál, hogy előbb hívtak már Sopronba, mint sem az egyetemet. Az egyetemi élet az egy sikersztori, a SMAFC abban az időszakban egy sikersztori. Ugye ezt vissza kell, hogy idézzük, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát volt egy Magyar Kupa győzelem például, egy olyan legendás, felírtam magamnak, Bak László, Balsai Miklós, Bakonyi Brassói, Orbai, Tvordi, Kisteleki, Takács Péter, és így tovább. Tehát egy csoda csapat volt a tiétek, hiszen ne feledjük azt az időszakot, a MAFC uralta elsősorban, budapesti honvéd MAFC volt, tehát a budapesti csapatok. És a Sopron ott tudott lenni, mindig volt dobogó és negyedik hely, és a többi. Milyen volt az a csapat? Azt tudom mondani, hogy egy kicsit ki kell, hogy javítsalak, mert az a Balsai, aki abban a csapatban játszott, az nem én voltam, nem hanem az... a Tóni. Igen. Aki sajnos ma nincs köztünk. Nincs köztünk. Én akkor jöttem el, akkor végeztem 5. éven, amikor bejutottak ők az NB1-be. Tehát addig a megyeiből indultunk, NB2, NB1-be bekerültünk, utána jöttem én vissza. Igen. Az építőkbe. És a nagy sikersorozat akkor következett, amikor én már sajnos nem voltam ott. Nyilván... De ti voltatok, akik felépítettétek ezt. Igen, mert a Orbai, Tvordi, Valmárin együtt játszottam, és mindig valamelyik öcsémmel. Itt, mire visszajöttem, akkor a Pistivel játszottam egy csapatba, ott pedig a Tónival játszottam egy csapatba. No, milyenek voltak az egyetemi évek? Tehát hogyan lehet a magas szinten összeegyeztetni az egyetemi sportot, tehát az NB1-es szintű kosárlabdát és az egyetemet? Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai kosárlabdát összehasonlítva egyrészt akkori magyar kosárlabdával, a Sopronnal, a budapesti honvéd, MAFC egyéb, függetlenül attól, hogy akkor jobbak voltunk európai rangsorban, sokkal előbbre voltunk klubcsapatokban is, lásd a honvéd, lásd a MAFC, Csepel, és a Sopron is, amikor kupát nyert, és kétszer is második, meg harmadik helyen volt a magyar bajnokságban, mint a mai kosárlabdában az erő, a lendület, akkor például a legmagasabb emberek se zsákoltak abban az időben. Gabányi 2 méter fölötti ember bele tudta volna fejelni a labdát. Nem, valahogy az nem volt szokás. Ma a 160 centis emberek is tudnak zsákolni, tehát jóval atletikusabb, ruganyosabb. Viszont a mi időnkben, abban az időben, 20-30-40 évvel ezelőtt, játékosabb volt, egybe ment a labda. Nem voltak ilyen hosszú labdavedetések, mindenki játékban volt, szellemesség volt a kosárlabdában. Nem volt 3 pontos, de elég magas eredmény számok voltak, és nagyon élvezetes meccsek voltak. Ez a maiból én szerintem egy kicsit hiányzik. Ugye 15 éves volt a pályafutásod, ez egy hosszú Igen. pályafutás. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek nagyon fontosak mai visszatekintve számodra? A kosárlabdában. Ja, a kosárlabdában, igen, hiszen közben azért a szakmát, hiszen az építőmérnöki diplomát is megszerezted, erről is beszélünk majd. Igen, erről még keveset beszéltem. Az az igazság, hogy a kosárlabda akkori élvezetes és az akkori játéknál tulajdonképpen az egyetemi években is nyugodtan lehetett magas szinten, hogy úgy mondjam, csapatban egy magasabb szinten képviselni, hogy nem napi 2 edzés volt, látástól Mikulásig edzettünk, stb., hanem azért éltük az egyetemisták életét, bizony elmentünk szórakozni, bizony tarokkoztunk is éppen eleget, hát nyilván csinos lányok is voltak, részt vettünk az egyetem, de kukoricát is kimentünk törni. Nyilván. A csapat úgy, ahogy, és abban is elsők akartunk lenni. A nevezetesebb eseményeim nekem az volt, amikor még ott játszottam, hogy megvertük a Csepelt kupameccsen, Sopronba 20 ponttal.
az akkori Csepelt, Glac, Fekete, Liptai, tehát mind válogatott. Ez egy óriási dolog volt. A másik, megvertek a MAFC-ot, tehát a Műegyetemet, a Pesten 11 ponttal. Ezekben én részt vettem. Aztán voltak az agrárbajnokságok, minden agráregyetem részvételével. Ott, ha az emlékezetes eseményeket kérdezett, akkor azt is megemlíthetem, hogy egyszer én lettem a legjobb játékos, ami nagyon büszke voltam, pedig ott voltak már a Tvordiék is. Úgyhogy itthon több ilyen meccs volt, és nagyon érdekes, hogy amikor 64-től 73-ig még Fehérvár építőkben játszottunk, nem volt kiemelkedően nagy helyezésünk. Még én játszottam a Bogár Palival is, hogy játékos edző volt. A két hegedűssel játszottam egy csapatba, és tulajdonképpen a NB1 középső mezőnyébe, a útépítési technikum csarnokába játszottunk. Az soha vissza nem térő élmény, amit talán ma is átélnek azok, akik egy-egy ilyen rangadón pályára lépnek, és adnak egy jó labdát, vagy dobnak egy három pontost, hogy amikor ezt az ember elköveti, sikerül, akkor mit él át? Nem hallasz te semmit akkor, de egy emlékezetes pillanat. Egálba veled egy ilyen rangú csapat vagy helyezésén megy, hanem csak egy nagy megremegést, egy csöndet, mintha egy ágyú becsapódott volna, vagy bomba, és utána azt az üvöltést. Ennek az érzése, mire elér hozzád, az, mintha minden fáradtságot elmúlna, olyan hatást kelt, és újult erővel végigmész. Tehát ez jelenti az, hogy közönség előtt szellemes, jó játékot nyújtva egy kiélezett sportszerű küzdelembe tegyél, és csapatban. Csapatban. Hát körülbelül ilyen élményeim voltak nekem. Hát 15 esztendő után abba hagytad, és akkor most egy kicsit menjünk vissza a szakmához, hiszen az Ernő Bérnökből építőmérnök lett, és 2 évtizedig műszaki vonalon dolgoztál. Ez a másoddiplomát miért érezted szükségszerűnek? Igen, ezt az építési városfejlesztési minisztériumtól kaptam. Én oda akartam jelentkezni, és 3 évet beszámítottak volna a Sopronba végzett egyetemi évekből, de az igazgatóm, akinek a javaslata kellett hozzá, azt mondta, hogy Kiskomám, maradj te csak nyugodtan, nem mész te sehova, elég házat fogsz te itt építeni. Így is történt tulajdonképpen akkor az első 20 év alatt tulajdonképpen, amikor én itt fiatal mérnökként elkezdtem dolgozni, ez vonzott, és volt is lehetőségem nagyon szép feladatokat teljesíteni, az összes vadászház, lakóépületek, stb. Mind ezek alatt, az idő alatt készültek, és hát tulajdonképpen még más erdőgazdaságoknál is volt módom ilyen jellegű építészet, épülettervezői munkát, és nyilván itt egy jó csapattal rendelkezve ezeknek a kivitelezésen is dolgoznom. Azért nekem ez az első 20 évem itt Fehérváron végzetként, ez nagyon emlékezetes és érték. A főmérnökség igazgató, majd vezérigazgató, miután ZRT lett a cég, ezek nagyon fontos időszakok. Ugyanakkor a kosárlabda is mindig megmaradt. Én egyébként csodáltam azt a csapatot, ez egy csoda csapat a tiétek, hogy már érett korban, mondom én, és folyamatosan játszottatok, és összejöttetek. A Kistelek is, Balsai István, te magad, és a többiek is. Igen. Sőt, a fehérvári, mindaddig, amíg én nekem a sérülésem, Achilles-szakadás itt, az új sportcsarnokban nem következett be, addig én is ezzel a csapattal tartoztam, de amit említettem, hogy nekünk a soproni akkori 15 éves, én már ugyancsak 5 évet dolgoztam ott, kicsit utánam következő korosztály gyakorlatilag, ból annak egy része, a SMAFS, szintén összejár. 43 éve mi mindig találkozunk, vagy Fehérváron, vagy Sopronban a következő évben. Tehát ez is azt jelenti, hogy itt a
A csapat szellem az nem csak azt jelenti, hogy én összeszokott játékosként irányító, bedobó vagy center poszton megértem magamat a társal, hanem ezen kívül is ma is igénylik azt, hogy együtt legyen a különféle korosztályok itt Fehérváron is. A munkában még a sporthoz kapcsolódóan még talán azt lehet megemlíteni szép szerényen, hogy az első elnökünk a Bodnár János bácsi volt, ahogy én abba hagytam 73-ba, 74-től én elnökségi tag voltam, 40 évig. Még az új Dávid Kornélék idejében is. Most már nem, mert most már ugye a részben a szponzorok részben, hát igen, más a profi irányítás és menedzselés ma, teljesen megértem, de minden meccsen ott vagyunk ma is. Tehát nekem még elnökségként is megadatott az a lehetőség, hogy nem szakadtam el, most pedig hát a feleségem mellettem ül, és akármilyen forma is van, délután szombaton van a nagy csapatnál, akármilyen forma vagy összetétel, nekünk ott a helyünk, és mi szombat délután úgy kezdődik a napunk, hogy az unokát nézzük 14:30-tól 17:00, és 18:00 pedig nézzük a felnőtt meccset, amikor itthon van. Ő az utánpótlásban. Úgyhogy nekünk a szombat az kosárlabda. Egyértelmű. És annál is inkább, hiszen hála Istennek mondom, a tradíciók tovább élnek, hiszen Ádámról már esett szó, én azt hiszem, hogy nagyon tehetségesek az unokák. Igen, a három lány, szintén a Zsolt fiamnak a három lánya, amellett, hogy nagyon szépek, gyönyörűek, szintén NB1-es szinten kosárlabdáznak. Hozzá kell tenni azonban, hogy ott már az egyetemi lét, illetőleg az ottani lekötöttség, lefoglaltság, már mindegyiket komolyan kell venni. Egy kicsit a további lehetőségeket már ők inkább a pályába látják. Tanárnő, közgazdász, testnevelő tanár beosztásban. Az Ádámban van még egy olyan, szerintem az utóbbi 10 év egyik legnagyobb tehetsége, amit majd biztos, hogy ki fog bontakoztatni. 18 éves, tehát előtte a világ, és megvan minden adottsága, hogy jó játékos legyen. Kaptam itt a műsor előtt tőled egy nagyszerű írást. Ebből hadd idézzek, mert én azt hiszem, hogy ez a beszélgetés is tanú arra, hogy lehet teljes életet élni. Egy kosaras vallomás a címet viseli. Az első mondat, ami fontos, a sport elengedhetetlenül hozzátartozik az ember életéhez. Én azt hiszem, hogy ezt a te életutad mindenképpen bizonyítja. A másik pedig, hogy a testi-lelki fejlődés az egyéni életpálya minőségének, teljesítményének meghatározója, alapvető feltétele. És ezt is a sport, mégpedig a csapatsport tette. Én azt gondolom, hogy boldog emberként élted az életed. Így is érzem. Köszönöm szépen. Akkor jó egészséget kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Sportlegendák sorozatunkban Balsai Miklós, egykori kosárlabda játékos, nagyszerű kosárlabdás volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.